Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. Hétfőn a Magyar Kultúra Napja alkalmából városünnepséget rendeztek a Fehérló közösségi házban, és ott Mosonmagyaróvár kultúrájáért díjat kapott a Szent Krisztina kórus, és a kórusvezető Szalainé Sándor Katalina vendégem. Nagyon régóta, nagyon sok helyen váltjuk egymást, tehát van szerencsém konferálni benneteket többféle formában, úgyhogy mi tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben, megbeszéltük ezt. És hát ugye mondom, hogy többféle dolog, a mazsorett, az oktatás, és hát most mégis a Szent Krisztina kórus kapta meg ezt az elismerést. Közel 2 évtizede alapítottátok ezt az énekegyüttest. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre, illetve hát hogyan működtök? Mutassuk be a tévénézőknek. Köszöntelek a műsorban. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Igazából egy picike kis korrigálást mondok, mert nem 20 éve alakult a kórus. Amikor én 20 évvel ezelőtt átvettem a kórust, akkor már a templomban ők a szertartások keretében énekeltek, akkor Neige Bajer György volt a kántor, és az ő segítségével kezdte tulajdonképpen ezt a komoly munkát a kis kórusunk. Rajtad kívül vannak még olyanok, akik ott vannak a kezdetek óta, vagy hát a te érkezésed óta? Természetesen, ugye állandóan változik a tagunk összeáll felállása, a fiatalabbak szülni mennek, az idősebbek azok kitartóan ott vannak, úgyhogy igen, amióta én átvettem, vannak tőzsgyökeres kórus tagok, akik azóta is énekelnek, és 70 éven túli korosztályban vannak. Na, beszéljünk a Szent Krisztina kórus működéséről. Másfajta kórusok vagytok-e, mint egyéb énekegyüttesek itt a városban? Hogyan gyakoroltok, miket énekeltek? Gondolom, ez szigorúan a liturgiához kötött dolgok. Így van, a másfajta jellege talán ebben adódik, hogy jó részt a kórus repertoárunk, tehát a kórusművek repertoárja, azok a liturgiához kötöttek, tehát egyházi műveket tanulunk. Arra van kapacitásunk abban a heti egy kórus próbában, keddenként a közösségi házban szoktunk összejönni, és akkor próbáljuk, gyakoroljuk ki ezeket a műveket. Általában ugye a szentmiséghez, az ünnepekhez kötődően kell, hogy válogassuk a kórusműveket, és hát ennek azért kell idő, amíg begyakorolódnak a művek. Nem csak profi énekesekből álltok, sőt, ugye? Nem, mondhatni, hogy inkább amatőr kórus vagyunk, így van. Vannak pedagógusok, akik a profi szinthez közelítve mondhatom, hogy kottaolvasók, mert az már nálunk majdnem, hogy a profi szintet jelöli, vagy jelenti. Tehát a kottaolvasásban rendben vannak, de a javarésze a kórusnak az mindent hallás után, nézve a kottát természetesen, tehát azért tanulnak is. Tehát hogyan zajlik a mű kiválasztásától az előadásig a folyamat nálatok? Tehát hogy mondd el, hogy hogyan. Hát az internet is nagy úr, meg azért a városon belül több kórus is működik, és így tudjuk egymást segíteni a művek válogatásánál. Vannak kórustagok olyanok, akik átjárnak mondjuk másokat? Természetesen, kis Veronikát tudom említeni. Akkor Molnár Zsuzsa, aki szintén a Halmosban is énekel, őt én vittem a Halmos énekegyüttesbe. Szóval akkor igen, és akkor Csiki Ilona még, Veszlerné Csiki Ilona, aki újabban még besegít nekünk egy-két hónapja. Szóval az alkotás folyamata? Úgy zajlik az alkotás, hogy így szépen fogalmazhatunk, hogy kiválogatom a művet. Sokszor Zoltán atyával, Bodó Zoltán atyával is egyeztetek, hogy mi az, ami belefér azokba az ünnepi liturgia keretei közé. És akkor nekiállunk a gyakorlásnak, szólamokat. Nagyon szólampróbákra nincsen idő, pontosabban ilyen simogatásra szoktunk így külön válni, ugye ott van a kápolna, vagy a kis konyhába bevonulunk, és akkor így a szólamokat a Zsuzsi segítségével ketté tudjuk választani, és kigyakorolni jobban a műveket, de ott abban a másfél órában tudunk erre összpontosítani javarészt. Hányan vagytok a kórusban, és hát mi a nemek megosztás? A férfiak, nők is énekelnek? Csak női karról van szó, így van, csak női kar. Katona Tibor, a Győri Bazilika kórus vezetője mondta nekünk anno 10 évvel, már talán már régebben is ezelőtt, hogy
nekünk vétek lenne vegyes karra alakulni, mert annyira szépen és egységesen szól a női hangszín, hogy, és ez csak fejlődött. És soha nem is volt férfi hang? Akkor van férfi hang a kórusunkban, amikor passió éneklés van. Uh-huh. És akkor kell is, mert ugye azért a passió liturgiai része az megkívánja a kicsit nagyobb hangzást, meg akkor nincsen orgona kíséret, úgyhogy ott egy kicsit jobban meg kell tölteni. És akkor ki énekel, vagy hogyan választják? Kiválogatjuk a hívek közül. Cél az ilyenkor, amikor énekeltek, hogy a hívek veletek énekeljenek? Vagy inkább itt az a cél, hogy inkább egyfajta ünneplésként fogják fel azt, hogy a kórus szó? Én mind a kettőt szeretem igazából, ez a szentmise jellegétől függ. Úgy gondolom, hogy a templom is egy közösség, a hívek közössége, és én megmondom őszintén, kicsit mondhatom szemtelenül, oda szoktam menni a hívekhez, ha hallom, hogy valaki a padsorok között szépen énekel, és megszólítom, hogy legyen kedves, társuljon a kórusunkba, szükség van a hangokra. Ugye 25-en vagyunk a segítőkkel, 2-3 segítővel együtt, tehát mondhatni 21-22 az állandó taglétszámunk, és azért egy templomot betölteni kellenek a hangok. Viszont egy mindig nagyon jó az akusztika, tehát arra lehet támaszkodni, segítségül hívni. Ugye most ez a kultúra, Mosonmagyar kultúrai díjat számos tényleg nagyon híres mosonmagyaróvári formáció megkapta, most ti is megkaptátok. Mit jelent ez számodra? Tehát most akkor én most az összes szentmisén ott kell lenni, vagy ez most akkor predesztinál, hogy most egy nagy kiemelt koncertet kell tartani, vagy ez csak azt jelenti, idézőjelben csakot, hogy ezt a színvonalat minimum tudni kell tartani. Persze lehet, hogy egyik sem igaz, amit mondtam, vagy lehet, hogy mindig az. Tehát hogy látod most, hogy ezt ilyen díjat nyertetek el, hogyan tovább? Mindig az, amit mondtál. Valójában ugye 2016, amikor a Bazilikában énekeltünk, na ott is vegyeskarként kiegészültünk egy-két fiú hanggal. Szent István Bazilikában Budapesten, igen. Így van a Nuncius úr jubileumi miséjén. És azt mondtuk, hogy ettől már nem lehet tovább menni, de igen lehetett. Jött a 2017, amikor volt a 20 éves jubileumunk ünnepe. És abban az éppen elmentünk a keszthelyi minősítő dalünnep minősítő kórus versenyre. Ott kaptunk egy ezüstérmet, ezüst minősítést pontosabban, ami nekünk egy nagyon nagy boldogság volt. Nem akartunk mi aranyat nyerni, nekünk az ezüst a mi kis amatőr színvonalunkkal nagyon-nagyon sokat jelentett. Ez is lökött a kórus további munkáján, és akkor megtartottunk a 20 éves jubileumunkat. Addigra már olyan szinten énekelt a kórus, mindenféle elfogultság nélkül mondhatom, hogy teljesen egy szinten éreztük magunkat a többi kórussal, akik ott együtt énekeltünk. Novemberben volt egy nagyon nagy lelki töltetünk, amikor a Bodo Zoltán atya Rómából meghozta nekünk a Szent Atya pápai áldását a jubileumi évünknek tiszteletére. Azt mondtuk, hogy ezt már nem lehet mivel überelni, de igen, lehetett a kultúra díjjal. Úgyhogy ez most, ez az év, ez a két év, ez tényleg a fejlődés minden lelkileg is, meg minőségileg is, úgy gondolom. Mi várátok 2018-ban? Te tudjátok-e már az ünnepi menetrendeket? Ugye a jubileumi év a templomunkban, meg a családok éve is, úgyhogy sokféle programon kell gondolkodnunk. Több koncertet szeretnénk a templomban, Zoltán atyával ezt már úgy eltervezgettük. Megszólítjuk a többi városi kórusvezetőt is, hogy csatlakozzanak, mint mindig a kis terveinkbe, és valósítsunk meg több koncertet a templomban, templom környékén. Tehát gondolok itt a bőjti időre, ugye gyönyörű Stabat Materek szólalhatnak meg, ami nem fér bele a liturgia keretében a szentmisén. Aztán a karácsonyi idők szintén egy szép lehetőség, az adventi idő szintén, ugye előtte egy szép lehetőség, és valamikor még nyára is terveznénk, az kicsit nehezebb, de megpróbáljuk. Van egy olyan mű, kórusmű, amit kedvencednek tartasz, vagy ami jellemzi mondjuk kitűnően a Szent Krisztina kórust?
Hát most mondhatom a jubilátét, mert hogy jubiláltunk. És ez tényleg ugye három szólamba énekelni nekünk már nagyon-nagyon nagy dicsőséget jelent. Tehát az már a fejlődés csúcsa volt, mikor három szólamba meg tudtunk szólalni, és ez volt az egyik, sőt, valahol már négy szólam is megszólal a művön belül. És van még hova fejlőd, van még potenciál a kórusban? Természetesen, természetesen. Hogy hova, azt majd az év megmondja, vagy a jövő megmondja. Ugye mondtam ott a bevezetőben is, hogy mi sok rendezvényen találkozunk, és rengeteg ilyen közösségi dolgot folytatsz. Hogy bírod? Tehát, hogy mi az, ami hajt, így motivál még a pedagógia mellett? Úgy gondolom, hogy a zene az nagyon nagy erőt ad nekem, és a zenének sokféle minőségében dolgozom. Ezt te is nagyon jól tudod. És az is elég ilyen széles spektrumra utal, hogy mondjuk a mazsorettek az egész ilyen világi dolog, a hit kérdése meg ugye egész bensőséges, és az egészet így átfogja gyakorlatilag a pedagógusi tevékenység. Így van, és az emberré nevel. Én mindig is közösségben nőttem, közösségben dolgoztam, nem is tudom máshogy elképzelni. És de van olyan mazsorett táncosod, aki énekel a kórusban? Csak úgy érdekes. Olyan nincs. Nincsen. Még egy dolog, vagy hát több dolog is lett. Bocsánat, hogy szabadba szólom, igen. De igen, a kislányom. Tessék, ugye? Hát, a kislányom. Egy dolog, nagyon szép ez, ami rajtad van, ez a sál, vagy nyakén, nem tudom, díszsál. Igen, sálnak, egyes. Ez mit mutat? Tehát mi van rajta? Ez a ti logótok? Igen, mondhatni, hogy ez a logónk. Igazából egy felajánlásként tudtuk ezt a sálat megkapni. A felajánló nem szeretné, hogy a nevét mondjuk, de nagyon szépen köszönjük még egyszer ezt a gesztust a részéről. És hát ez az egységet adja a kórusnak, úgy gondolom, hogy mint minden kórusnak van valami egység rajta, vagy a sál, vagy kompletten az öltözéke. Nekünk ez a szívünk. Ti utazásaitokat tudja támogatni valaki, vagy hogy hogyan működtök, vagy miből? Eddig az utazást azt magán úton oldottuk meg. Most volt egyedül vagy tavalyi évben egy olyan pályázati lehetőségünk, amikor a jubileumi évre pályáztunk, és a kesztei utazást is így tudtuk ebből a támogatásból megoldani. Mikor hallhatnak legközelebb benneteket a televízió nézők? Bármikor, mikor a templomba jönnek. Most itt konkrétan nem tudom az időpontot, de a húsvéti idők, illetve a ugye virágvasárnapi passió, utána héten, a nagy héten végig ott vagyunk a templomban és a húsvéti nagy szentmisén mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szavajén és Sándor Katalin, a Szent Krisztina kórus immáron Moson-Magyaróvár kultúrája, díjas Szent Krisztina kórus vezetője volt a vendégem. A díj kapcsán beszélgettünk a kórusvezető asszonnyal. Köszönöm, hogy bennünket választottak, kollégáim nevében búcsúzom. Ez volt a Hírháttér mára, viszontlátásra.